Amíg más városokban különböző kupákért küzdenek két heti, vagy csak havi rendszerességgel az amatőrök a téli futball holtidényben, Szekszárdon már 27 éve terembajnokság zajlik, december közepétől február elejéig. Máskor kitartott egészen a nagypálya kezdetéig ez a sorozat, mert annyi csapat jelentkezett. Most örülni kellett annak is, hogy Píz együttes, benevezett, változnak az idők e tekintetben is. Nagyon sajnálatos, hogy elfogytak azok az emberek, akik még szeretnek futballozni, és amatőrként jönnek futballozni. A szervezéskor újra szeretük volna éleszteni a kupát, mert tavaly már nagyon alul volt a dolog. Most végére 10 csapat jött össze. Két ötös csoportban zajlott a 2019-2020-as Szekszárdi téli kispályás terembajnokság az alapszakaszban. Negyeddöntőket, elődöntőket rendeztek aztán, így jutottunk el február első vasárnapján a helyosztókig, annak a legvégén jött a döntő. Érdekes, hogy az utóbbi másfél évtized két meghatározó csapata, a Tomagló és a Long Step, magyarul hosszú lépés, egyike sem jutott a fináléba az idén. A DZ hűtéstechnika korban tudásban jó összetételű csapata, amely fekete-fehérben lépett pályára a döntőben is, az idén valóra tudta váltani esélyességét. A döntőben is igazolták ezt, ahol a meglepetés csapatnak számító roma önkormányzatot egyszerűen 6-2-vel intézték el. Végig a fehérek domináltak, olykor kisebb tűzijátékot is rendeztek a narancssárga felsőben pályára lépő roma származásúak csapatának kapuja előtt. Többnyire hasonló szituáció után lőtték mind a 6 góljukat, mint a másodikat, végigpasszolva, zicserig kijátszva. A kétségtelen fölényük ellenére sem volt unalmas meccs a döntő, a roma csapat küzdött becsülettel, így nem csak ígéretes ellentámadásokra, két gólra is tellett erejükből, mindkettőt Dudás Gergő, egyébként a Kölesd megye 2-es játékosa szerezte, a másodikat egy közeli szabadrúgás után. Új győztes született a városi teremfoci bajnokság 27 éves történetében. Ez a szekszárdi és környékbeli fiatalabbakra, idősebbekre egyaránt építő DZ hűtéstechnika, amelynek ma is Györkönyből is vannak futballistái. A tolnai bajnokságban korábban, az Altaripában már vitézkedett a csapat. Nagy része inkább a szekszárd környéki játékosok. Mi egy páran Györkönyből vagyunk. A Tomaglót várták a döntőbe, akitől még a csoportmeccsen 1-0-ra vesztettek, persze nem bánták, hogy a visszavágót elnapolták. Azt gondolom, hogy ő volt igazán a mi ellenfelünk. Nagyon jó játékosok és rutinos játékosok alkották. Nagyon jó kis meccset játszottunk, én a döntőre is őket vártam. Így sikerült. Lehet, hogy most ezért nyertünk. Gratulált az új győztesnek a roma önkormányzat csapata is, amely azzal, hogy eljutott idáig, bizony várakozás fölött teljesített. Nem akárki jutottak túl az elődöntőben. A Tomagló csapatát győztük le büntető rugásukkal, és egy nagyon jó mérkőzés volt. A szerencse mellettünk volt, és a hetesekkel meg tudtuk azt nyerni. Az egész megyéből voltak nálunk játékosok, főleg a szekszárdiakra épül ez a csapat, nagyon sok roma tehetség is van a csapatunkban, és hát szeretnénk tovább ezt folytatni, hogy egy olyan csapatot tudjunk mindig ezen a kupán szerepeltetni, ami tényleg megfelel a szintnek. Egyébként a romák éltetik ezt a terembajnokságot, a szekszárdit, mert a Dankó Ese is az ő színeikben lépett pályára. Két csapatunk is van, a Kisdankó csapat, meg van most a roma önkormányzat csapat, tehát mind a két csapattal megpróbálunk tehát az első helyezésig elérni. Most nekünk sikerült, ma jövőre lehet, hogy a Kisdankónak. A 27. városi téli kispályás terembajnokság végeredménye. Első a DZ hűtéstechnika, második a roma önkormányzat, harmadik a Tomagló, negyedik a Long Step, ötödik a brazilok. A torna gól királya Pír Dániel lett a Long Step csapatából, a legjobb kapusnak pedig a tomagrós Bogáncs Gergőt választotta a bajnokság szervező gárdája. Szép gesztus volt az ünnepélyes eredményhirdetés végén, amikor az eddig mind a 27 torna levezénylésében résztvevő két egykori játékvezetőt, Lubasik Istvánt és Bogos Mártont külön díjjal köszöntötték.